Nekünk az az érdekünk, hogy egy jogilag és emberileg is tartható és vállalható megoldást érjünk el. Az Európa Tanács külügyminiszteri találkozóján beszéltem Alain Désir francia külügyi államtitkárral, akinek átadtam írásban is a helyzet értékelésünket. Ő két nappal később, május 21-én Rigában az Európai Unió keleti partnerség csúcs találkozóján jelezte nekem, hogy a francia külügyminisztériumon a kollégái elkezdték az ügynek a feldolgozását, jelezve, hogy egy bonyolult ügyről van szó. Én ebben egyetértettem vele, hogy ez jogilag lehet, hogy bonyolult ügy, de emberileg megtarthatatlan, ezért meg kell oldani. Az államtitkár úr azt ígérte nekem, hogy a kollégáival való konzultáció után a június 22-i külügyi tanácsülésen, amikor legközelebb találkozunk Brüsszelben, akkor közölni fogja velem a megoldási lehetőségeket, illetve a megoldási javaslatokat. Amióta ez a helyzet fennáll, és addig, amíg fenn fog állni, remélhetőleg hamarosan ennek vége lesz, a konzuli szolgálatunk természetesen folyamatosan tartja a kapcsolatot a családdal a helyszínen, és biztosítjuk a konzuli védelmet, tekintettel arra, hogy magyar állampolgárokról van szó természetesen. Én azt gondolom, hogy nekünk nem a jogi, hanem az emberi oldalát kell nézni ennek az ügynek. Itt a külgazdasági és külügyminisztériumon, és emberileg csak egy megoldás az elfogadható, hogyha ennek a gyermeknek a hazatérését minél előbb engedélyezik a francia hatóságok, tekintettel arra, hogy a gyermek hazatérésének megtiltása az bizonyítottan hamis dokumentumokra épül.